Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben bemutatjuk a Vörösmarty Színház művészeit. Annál is inkább fontos ez a sorozat számunkra, és nyilván az önök számára is, mert a kultúra kedvelők már megbizonyosodhattak arról, hogy 2012 óta, mint a Szikora János az igazgató, és olyan művészeti vezetése van a teátrumnak, mint Bagó Bertalan, Horváth Csaba, Hargita Iván, illetve a vendégek, akár csak ha az elmúlt esztendőt nézzük, Novák Eszter, Telihai Péter, Zsoltér Sándor és a többiek, egy egészen kiváló csapat gyűlt össze. Nem véletlenül mondta nemrégiben Gáspár Sándor nekünk Derzsi Jánossal közösen, hogy ezt a társulatot bizony nem a szél futta össze. És nagyon jó, hogy a rutinos, sokat látott, népszerű színész nemzedék mögött van egy új nemzedék, amely én azt gondolom, hogy nagyon sokat tette azért, hogy egyre népszerűbb a Vörösmarty Színház, országszerte teszem hozzá. Nos, az egyik zászlós hajója, ha úgy tetszik, egyik ikonja a fiatal nemzedéknek, Kovács Tamás. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, jó estét! Sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen a felütés. Hát a Ryan közlegény megmentését nem tudjuk 12-szer lejátszani, viszont hoztam neked, ami a kedvenc filmed, ugyebár, viszont hoztam egyik, neked igen. Egy kis Bukowskit idézetet, és ez legyen a kezdet. Ha az életben az ember csak egy szemét is boldoggá tehet, akkor az életének értelme van. És mivel ez abszolút így van a mi esetünkben, hoztam egy másikat is. Ha elveszted a lelket, és tudod is azt, hogy akkor még mindig van egy lelked, amit elveszíthetsz. Nos, hát kevesen tudják, Zentán születtél, Szabadkán nőttél fel, egy olyan családban, ahol a kultúra alapvetés volt, hiszen édesanyád újságíró, édesapád pedig egy Jászai Mari díjas színművész volt, és a tesód, aki K. Kovács Ákos néven ismert operatőr. No, hát a hosszúra nyúlt bevezető után hadd idézzelek téged még, azt mondja, hogy 7 éves korában reszketett a tér, de elcsuklott a hangja, és elvörösödött a feje a szavaló versenyen, és akkor megfogadtad, hogy többet nem kérsz a színházból. Aztán nem így lett. Igen, ez egy nagyon mély nyomot hagyott ez a szavaló verseny. Mai napig emlékszem minden részletére. Rettenetesen éreztem magam. Tehát megfogható, olyan rosszul éreztem magam, hogy engem néznek az emberek, és valamit várnak tőlem, hogy én most mondjam el a verset. És arra emlékszem, hogy elég gyors tempóban kezdtem azt a bizonyos verset, és egyre gyorsabban hadartam. És a végére már szinte alig tudtam a verset mondani. Arra emlékszem, hogy minél előbb el akartam onnan tűnni, hogy az emberek ne nézzenek. Mert a gyermek soha többi mondatából azért az soha kiviláglik, hogy aztán mégiscsak úgy van, feltéve, ha kiderül, hogy tehetséges, már pedig rólad ideje korán kiderült, hogy tehetséges vagy. Arra emlékszem, hogy aztán középiskolában rengeteget fociztam, és azt követően pedig van nálunk Vajdaságban egy ilyen a középiskolások művészeti vetélkedője. És ott mindenféle kategóriában lehet indulni, vers, próza, drámai monológ, és arra emlékszem, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. És egyszer csak valahogy jól éreztem magam a színpadon. És éreztem, hogy tudok hatni a közönségre, és valami olyan élmény volt ez, hogy aztán szinte magától értetődő volt, hogy én ezt a pályát fogom választani. Függetlenül azt, hogy azt mondta édesapád, hogy ez egy keserű kenyér. Ugye az első igen. filmedet 7 esztendősen vele forgattad? Igen, ez a Bolygó tűz volt, Vicsek Károly rendezted. Itt volt benne, arra emlékszem a forgatáson nagyon jól éreztem magam, és csomó ember volt, és nagy izgalom övezte azt az egészet, és akkor az is egy maradandó élmény abszolút. Tehát idejekorán elhatároztad, hogy mégiscsak ez a te utad, ebben mennyit segített a középiskola Szabadkán? Én azt gondolom, hogy sokat. Sokat abszolút. Főleg az a nagyon sok lehetőség, hogy én ki tudtam magam próbálni különböző szavaló versenyeken, meg úgy egyáltalán a színpadon való létezés, szóval az... Voltak az olyan mestereid, olyan pedagógusok, akik segítettek ebben, hogy önmagadat tudd adni, akik támogattak? De alapvetően az egész középiskolám, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium nagyon nyitottan állt ez az egészhez, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az egész tanári kar támogatott engem, én úgy érzem.
Ugye a filmezés az folyamatos volt nálad, tehát az valóban eldőlt, hogy a színészi pályát választod. Meglepődtek? A szüleid nyilván nem lepődtek meg, hiszen a bátyáddal is forgattál, és az is kiderült, hogy tehetséges vagy. Egyébként szorgalmas is voltál? Mondhatjuk azt? Mert ez egy kulcskérdés bizonyos értelemben a színészi pálya elején, hogy néha nehezen értik meg a fiatalok, hogy a tehetség önmagában nem elég. Igen, én nagyon sokáig fociztam, 11 évig azt hiszem, és fociban nem voltam annyira tehetséges, viszont nagyon kitartó voltam és szorgalmas. És én úgy érzem, hogy aki valamilyen élsportot űzött, az könnyebben veszi az akadályokat a színészi pályán. Nekem van egy ilyen tapasztalatom, szóval hát a sport nyilvánvalóan ad egy fegyelmezettséget, egy kitartást, valami koncentrációt, szóval oda is kell egy éberség. Tehát a Spartak Szuboticában nőttél fel? Többek között. Vagy többek között. Igen. Milyen poszton játszottál? Középhátvéd voltam. Tehát söprögető az akkori időszakban még, ugye söprögető beállós a két középső védő. Igen. És miért nem folytattad? De ezt mellékszál, de azért most már hadd kérdezzem meg. Hát volt nagyon érdekes, mert szentül hittem benne, hogy én focista leszek, aztán egyszer mentem edzésre, és ez is egy nagyon konkrét, éles pillanat volt, hogy egyszer csak azt éreztem, hogy én nem jó fel, biciklivel mentem, és hogy nem jó felé megyek, hogy nekem nem arra kéne mennem, hanem pont visszafelé. És akkor leültem a fűbe, korán reggel mentem edzésre, és emlékszem, hogy leültem, és végig gondoltam, hogy biztos, hogy ezt akarom én csinálni. Biztos, hogy egész életemben focizni akarok, és minden nap kőkemény edzésekre járni, és így tovább, és így tovább. Meg ott volt egy edzőváltásunk, szóval ez is közrejátszott abszolút, de ott emlékszem, hogy ott valami egyszer csak elhatározásra jutottam, hogy nekem itt ez nem ez. Tehát a napi két edzést, illetve a pályára lépés misztériumát, az felcserélted a színpad misztériumára, igen, és a 20 000 néző helyett az a 6-800, aki befér, illetve igen. Hát, de az is ugyanannyi. Igen. Szüleid mit szóltak ehhez a döntésedhez? Hát szerintem ők abszolút elfogadták, de közben nagyon szerették, hogy én sportolok. Meg egész életemben sportoltam mindig valamit, nagyon sok dolgot kipróbáltam, de valahogy, tehát ők támogattak abszolút a sportban is, a színházban is, szóval nagyon nagy szeretettel voltak felém, úgyhogy... Tehát utadra bocsájtottak, és jött a színmű. Mivel felvételiztél? Hú, hát ez egy jó kérdés. Arra emlékszem, hogy hát, nem tudom, 5 monológ, 10 vers, néhány népdal, nem is tudom, meg dalokat kellett vinni, és hát ha most felvételiznék, nem ezeket a verseket és monológokat vinném nyilván, de szerintem ezzel mindenki így van. Nem is tudom már pontosan, hogy miket vittem. Hát ez 7. éve volt egyébként, tehát... Igen. És kifedezett fel, hiszen hallgatóként a Katona József Színházban voltál, az addig rendben van, hiszen ez egy jó... Megfizetted a tanulópénzt, mert hogy a siker pedig nem került el ott sem, hiszen pillanatok alatt felfedeztek, mármint hogy a filmesek. Vagy el se felejtettek, mondom én. Hát igazából nagyon jó volt a Katona József Színházban lenni harmadévesként. Arra emlékszem, hogy a Minden jó, ha vége jut próbáltuk, és főpróbánk volt, vagy nyilvános főpróba, azt hiszem, és Kovács Lehellel álltam a takarásba, és hát jól láttuk nyilván, hogy mekkora a nézőtér, és hogy mennyi ember fér ide be. És elhúztam a függönyt, kikukucskáltam, és azt láttam, hogy csak jönnek az emberek, jönnek, és az... És emlékszem, Lehellre néztem, és mondom, hogy hát itt most tényleg ennyien lesznek? És nem is értette a kérdést, hogy... De bocsánat, mi volt a kérdésed? Az volt a kérdés, hogy mi mindent lehetett megtanulni a Katona Józsefben, és hogy érezted magad az alapból? De abszolút nagyon jól éreztem magam ott. Hát ugye a Zsámbéki Gábor ötünket, vagy azt hiszem az összes fiút odavitte a Minden jó, ha vége jó produkcióra, és aztán még 2 darabban voltam ott. Nagyon izgalmas volt egyáltalán látni, hogy hát az volt az első munkánk tulajdonképpen, szinte mindannyiunknak az egyetemen, ami nem az egyetem berkein belül volt, hanem kőszínházban. Abszolút felüdülés volt, és nagyon új, és rengeteg impulzus ért bennünket, szóval ez így izgalmas. De egy Fullajtár Andrea, a Zsámbéki Gábor osztályfőnöksége alatt végeztél, Ballér Biancával egyébként, ha esetleg a nézők, aki szintén tehetséges volt. Viszont te
ilyen értelemben elért a sors, mert hogy ami azóta is tart, hiszen rátaláltak a filmsorozat főszerepek. A korhatáros szerelem, hát nem tudom, hogy ki nézte és ki nem, egy népszerű filmsorozat volt mindenképpen, ami meghozta a népszerűséget. Ez mennyiben változtatott meg? Hiszen főszerepet játszottál, fajsős szerepet játszottál, ott kiderült minden jó vagy minden rossz, ha úgy tetszik, és óhatatlanul is azzal azonosítottak egy ideig. Igen, talán igen. Azt gondolom, hogy hát furcsa volt az egész, amikor utána elkezdődött a sorozat, hogy az utcán megállítottak, és fényképezkedni akartak velem, meg autogramokat kértek. De én azért tudtam, hogy minden csoda 3 napig tart, és lám igazam lett, mert valahogy egy idő után ez a dolog nyilvánvalóan elcsendesedik, vagy elmúlik, vagy oké, volt egy sorozat, aminek volt 2 része, de és akkor az azt követő nyáron például emlékszem, hogy nagyon népszerű voltam, vagy például az utcán megismertek, mondom, ez nagyon új dolog volt számomra. De ma már kevésbé, vagy nem annyira, és igen, ez teljesen rendben is van. Igen, Magyarország olyan helyen van, hogy a filmsorozat sztár az önmagában nem lehet csak az, hiszen a többség, mondom én, hála Istennek, hogy te is ezek közé tartozol, hogy végzett színészként, színművész végzett színészként azért megtalálja a helyét a színpadon is. Mi döntött, hiszen tudjuk, hogy több helyre hívtak, konkrétan a Nemzetibe, Szegedre és ide Fehérvárra. Igen. Tehát egy ízig-vérig színész hogy választ magának első színházat? Hiszen ez meghatározza a jövőjét bizonyos abszolút, értelemben. Abszolút. Ez egy nagy döntés, nyilván nem is volt egyszerű meghozni. Azt gondolom, hogy szerencsés helyzetben voltam, hogy 3 helyről is szerződést ajánlottak. A gondolkodási időt kértem, és aztán úgy láttam jónak, hogy de természetesen beszéltem a mestereimmel, a családommal, de mindenki azt mondta, hogy te döntesz, és akárhogy döntesz, azt fogod érezni, hogy rosszul döntöttél. De azt gondoltam, hogy itt van egy olyan társulat, és meg főleg a Kartonpapa után érkezett a Fehérvári Színház részéről ez az ajánlat, és a Kartonpapa nekem nagyon nagy élmény az volt. Az nagy áttörés volt mindenki. Én ezt nagyon szerettem. Nekünk igen. Is. Ez egy különösen jó előadás lett szerintem, én nagyon szeretjük mindannyian. Ugye Hargita Iván rendezte, én ott találkoztam vele először, meg tulajdonképpen mindenkivel, vagy azzal pár emberrel, akivel 5-en voltunk benne, azt hiszem. Érdekes így vissza gondolva ez a döntés, hiszen a fiatal színészek zöme, mondom én, jószerűvel mindent megtesz azért, hogy Budapesten maradhasson, hiszen tetszik, nem tetszik nekünk itt Fehérváron, és hiába mondjuk ki, hogy csak 60 kilométer, azért ez sokkal nagyobb távolság, ha a belegondolunk. Néha úgy érzi az ember, hogy nagyon nagy a távolság, másszor pedig egészen közel van. Szóval attól függ, hogy az ember mennyit játszik, mennyit próbál, de volt már olyan, amikor azt gondoltam magamban, hogy én ezt nem bírom, ezt az utazgatást, mert én is Pesten élek. Igen, világos. Néha alszom csak itt főpróba héten, de hát ez attól, ezek nem, tehát hogy nem tudok erre most valami okos dolgot mondani, más egyszer van, amikor azt érzi az ember, hogy ez teljesen közel van, és ez az ingázás, ez még hasznos is tud lenni, felkészülni az előadásra, vagy egyáltalán kicsit felébredni az autóban próba előtt, másszor pedig iszonyatosan messze van. Annak tükrében, hogy végzősként rengeteg darabban játszottál, 5 darabban, az Audrey színpadon le se lehetett lőni titeket, hiszen ott voltatok, és ez azért bizonyítja a tehetséget is. Volt benned olyan várakozás, hogy egy kicsit majd át kell lépni azt a kevésbé nagy szerepeket? Tehát a Kartonpapa után, hogyha ide jössz a Vörösmarty Színházba? Vagy biztos voltál benne, hogy megtalálnak a feladatok? Én reménykedtem benne, vagy bíztam benne, hogy itt jó feladataim lesznek. És aztán ez be is igazolódott, mert tudtam olyan nagy szerepeket játszani, amik igazán fontosak voltak nekem, és meghatározó élmények voltak. No, tehát megérkeztünk. Még egy pár filmet hadd soroljunk fel, mert az emberfia azt mondja, hogy a teljesség igénye nélkül nyilván ez a Kovács István Idegenföld kisfilmje, aztán az Oscar Shortlist a Tóth Barnabás Van egy határ kisfilmje, Vajdaságban, a Welcome-ban,
Tehát ez egy, és mind-mind más figura. Megérkeztél, tehát a kartonpapa akkor még nem, és akkor jöttek a nagyok. Beszéljünk ezekről a nagy szerepekről, mert én azt hiszem, az emberfia el sem tudja képzelni, mit jelent Ádámnak lenni az ember tragédiájában. És az elsőről, tehát a Madácsról beszéljünk, hiszen ez egy akkora kihívás, nagyon sokan az életüket, a színházi életüket adnák oda egy ilyen szerepért. Igen, azért azt tudni kell, hogy itt nem én voltam végig Ádám. Igen, ez világos, de az alap Ádám te voltál. Az mit jelent? Az alap Ádám, a keret színekben én voltam, igen, valóban. Igen. De hát azért még elég sok dolog történik még közte. Szóval azt nem lehet mondani, hogy én voltam Ádám, mi voltunk Ádámok sokan. Én szerintem abban az előadásban az volt egy nagyon izgalmas, hogy hogyan tud különböző, tulajdonképpen különböző stílusú és különböző műfajú előadásokat láttunk, vagy ilyen fragmentumokból összeálló nagy előadást, hogy hogyan tud ez egy egész előadással válni, és egy élmény nyújtani. Igen, négy rendező, négyen rendezték, és négy Ádám, négy Éva, négy Lucifer, szóval. Szerintem egy izgalmas előadás lett, nyilván én úgy érzem, vagy én azt gondolom, hogy ez nagyon, hogy megosztó lett, de ez szerintem teljesen rendben is van. Világos. Rómeó és Júlia. Akkor már mi azt gondoltuk Rómeóként, és hát Júliaként is, Rómeó és Júlia. Tehát egy olyan előadás volt, amikor bizonyosak voltunk benne, hogy megérkeztél. Vagy ez már előbb történt? Hát ez a megérkezés... Megint csak a kartonpapára tudok visszacsatolni. Az igen, ott... az berobbantál, de amikor már otthonodnak tekintetted teljes egészében a színházat, hát, mindenestől. Az az igazság, hogy nem volt egy ilyen pont, hogy amikor kijelentettem, hogy na most otthonomnak tekintem, hanem ez valahogy egy folyamatos dolog volt egyáltalán a társulatban való létezés, az, hogy mindenkivel megtaláltam a közös hangot, és nagyon befogadó volt a társulat. Szóval nem lehet azt mondani, hogy most én ezzel a szereppel érkeztem meg, vagy én nem tudom ezt így kijelenteni magamról. De ezek mind fontos és nagy szerepek voltak nekem. Így van, mint ahhoz az a szép fényes nap. Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt esztendők egyik olyan darabja volt, és elfogult vagyok nyilván Székesfehérvárral szemben, hiszen Szent István városában élünk, és tehát a Vajkból Szent Istvánnál lett ifjút eljátszani úgy, ahogy ti megtettétek, és ráadásul olyan szereposztásban, mert én azt mondom, hogy az volt a csúcspontja bizonyos értelemben. Színházrajongóként nyilván nem tesz az emberfia különbséget jó darab és jó darab között, már pedig nagyon sok ilyenben volt részünk, de ott én ezt elmondtam Gáspár Sándornak és Csámpinak, hogy az egyszerűen lenyűgöző volt. Az már megint egy olyan lépcső, én azt mondom, amit nagyon-nagyon nehéz megmászni. Hát én nagyon hálás vagyok a színháznak, vagy a vezetésnek, és úgy egyáltalán a sorsnak, az életnek, hogy ezt a szerepet eljátszhattam, és az, hogy a Gáspár Sándorral, tehát ő játszott a Gézát, így ez egy különösen nagy lehetőség volt, és egy nagy ajándéknak tekintem. Szóval annyira jó a Csámpival játszani, hogy olyan sokat ad, hogy szinte ott az embernek nincs is dolga. Igen, Vajkból Istvánnál lenni is nem, és ráadásul még igen. És ember tragédiája 2. Most hát ha az elsőre azt mondtad, hogy megosztó valamelyes, tehát az ember tragédiája 2 nyilvánvaló. Azt láttuk mi, és ezt megerősítheti az a sok-sok közvélemény, amelyet nem kutattam, hanem egész egyszerűen megjelentek nálunk, hogy ez olyan színháztörténeti pillanat volt veletek az élen, Ádámokkal, Évákkal, Luciferekkel, de mindannyian természetesen, a négy szerző és a négy rendező is még bizonyította, hogy lehet lépni. Te hogy érezted magad ebben? Voltak kétségeid egyáltalán? Tudok elvonatkoztatni az egész helyzettől, a koronavírustól, mert annyira ugye kétszer megpróbáltuk bemutatni, és hát már nagyon régóta is kezdjük azzal, hogy Zoomon, tehát online kezdtük el próbálni. És aztán nagyon kétséges volt, hogy bemutatjuk-e, és hát végül a bemutató napján tehát nem tudtuk a bemutatót tulajdonképpen megcsinálni, úgyhogy ez az egész előadás szerintem még várat magára. Ugyanakkor nem biztos, hogy rossz, hogyha eltelik egy kis idő, addig is érik az emberben az anyag, meg több, te mélyebbre tud menni ugye egyáltalán az egész. No, de bejött. És ez a lényeg. És most újra elkezdtek próbálni. Egyébként egy fiatal számára
is azt gondolom, hogy óriási kihívás egy ilyen időszak, a pandémiás időszakot átélni, megélni. Na, de ez hogy történt? Hiszen aki eddig is napról napra színpadon volt, olyan közegben volt, ami mind, semmihez sem hasonlít, tehát igen, itt a színházi közegre mondom, otthon a négy fal között az meglehetősen nehéz. Hú, ez nagyon változó volt. Például az utóbbi időszakban, különösen, amíg el nem kezdtünk próbálni ismét, különösen nehezen viseltem. Nyáron valamivel kevésbé nehezen, szóval a fene tudja, hogy az ember át kell, hogy állítsa magát, és nem tudom, ennek az egésznek hamarosan vége lesz, biztos, hogy vége lesz. Úgyhogy hát ilyen apró feladatokat kell az embernek magának kitűzni. Mi mindenre volt időd? Nagyon sok filmet néztem. Tipmixeltél? Tipmixeltem is, okay. Igen, sokat. Nyertél? Volt, amikor, igen. Oké, hát mi nyertünk azzal, hogy te itt vagy velünk, én azt igen mondom. No, hát tehát félretéve a játékosságot, próbáltok újra. Mit próbáltok? Igen, Agatha Christie Egérfogó című krimi drámáját próbáljuk. Tehát ez is egy klasszikus mindenképpen. Abszolút, igen. Mondod. Milyen lesz ez az év, mit gondolsz? Ha véget ér a pandémia, akkor teljes egészében visszatér a színház. Elfeledjük az online-t. Hát én azt gondolom, hogy nem lesz olyan a színház és a mozi, és nagyon sok dolog, ahol sok ember van együtt, olyan, mint régen. De például a színház az biztosan nem lesz ilyen. Még egy darabig. Meg az a kérdés, arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy az emberek mennyire lesznek bátrak, mennyire van igényük, és mennyire mernek majd újra színházba jönni. Jó, én nagyon remélem, hogy minél többen. De nyilvánvalóan ez nem ennyire egyértelmű. Ugye most filmezel. Van valami film, ami vár rád? Vannak elképzelések, felkérések. Vannak különböző projektek, de még egyik sem biztos, úgyhogy így nem szeretnék róla beszélni. Jó, rendben van. Én köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én is nagyon szépen köszönöm. És hát mivel Mappé a kedvenc futballistád, és folyamatosan azt olvassuk, hogy elhagyja a Paris Saint-Germain-t, én pedig hiszek benne, hogy nem, akkor... Tehát, hogy párhuzamba állítva a Kovács Tamást, én hiszek benne, hogy itt maradsz, és nem távozol. És örülök, hogy itt vagy nekünk, és köszönöm, hogy megtiszteltél. Én köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégen Kovács Tamás volt, a Vörösmarty Színház művésze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!